Na kérlek szépen, akkor most nekem ide adtál egy pár kérdést, a kezembe cetlin itt vázoltad. Első dolog a felkészülésnek a menetéről, a januári felkészülésről beszélünk. Január 3-án kezdtük el a felkészülést, heti 3 alkalommal próbálkozunk. Gyakorlatilag egy kis erőt meríteni, és próbálunk ugye egy kis csapattaktikát itt belevinni még ezekbe a felkészülési időszakokba, és igyekeztünk edzőmérkőzéseket játszani. Tehát ezzel próbáltuk egy kicsit színesíteni a felkészülésünket. Hát a edzés látogatottság gyakorlatilag nem változott, itt már a sajnos szokottá vált a hiányosság, de erről már úgy nagyjából nem is szeretnék többet beszélni. Tehát igyekeztünk, amit azzal a létszámmal, ami az edzésen megjelent, bele tudtunk tenni, azt igyekeztünk beletenni. Nyilván, hogy többet szerettem volna elvégezni, több munkát, de most ebben az időszakban ennyire voltunk képesek. Felkészülési mérkőzéseink, tehát minden héten szerettem volna egy felkészülési tesztmérkőzést játszani, mert úgy tűnik, hogy arra az időszakra még talán könnyebb összeszedni egy csapatra való játékos. Nyilván ott nem kell, hogy 14-en legyünk ahhoz, hogy játszani tudjunk, mert az ellenfél már adott, az ellenfél jön és velünk kell játszani. A Kisjenő csapatával, aki romániai másodosztályú csapat, Kisjenő csapatával mérkőztünk meg. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó. Tehát ahol mi tartottunk a felkészülésben, ahhoz képest meglepően jól játszottak a lányok. Én nagyon jól tudom, egy jó csapat ellen azért összeszedettebb a társaság, jó helyen kezeli az ellenfelet, és nagyon jól oda tették magukat ezen a mérkőzésen a lányok, úgy támadásban, mint védekezésben. Nem szabad elfelejteni, hogy nyáron ettől a csapatot 10 góllal kaptunk ki, most meg gyakorlatilag 2-vel, tehát ott voltunk, partiban voltunk ezzel a román csapattal. A következő ellenfelünk a Gyoma Endrő gárdája volt. Az a baj, hogy ezen a mérkőzésen már nem tudtunk 100%-os létszámba megjelenni, de mindig az a Gyula játékosa, aki az adott mérkőzésen szerepel, tehát akkor vannak lehetőségek bizonyítani, hogy itt a helye a játékosnak. Minden lehetőség az ő kezében van, hogy bejátsza magát a csapatba, de nem volt egy színvonalas mérkőzés, megmondom őszintén, de küzdelmes volt. Jó játszottunk, helyjel közzel gyakorolgattunk. Nekem most az volt a lényeg, hogy több védekezési szisztémát próbáljunk ki, amit esetleg majd mérkőzéseken tudunk használni. A rákövetkező mérkőzés a Mezőtúr csapata volt, ezt azért is vártuk nagy érdeklődéssel, mert a Mezőtúrra igazolt Vásárhelyből 4 meghatározó játékos, és úgy gondoltuk, hogy ezzel a sereghajtó igen-igen erősödni fog, és erősödött is gyakorlatilag, mert egy kapus és 3 mezőny játékos csatlakozott a csapatukhoz, meg is változott a játékképe, dinamikája, a védekezésük is. Tehát jó kis mérkőzést játszottunk velük, nyertünk ellenük, de tanulságos volt. Itt is a lényeg az volt, hogy próbálgassuk a védekezést, abból való lerohanásokat, ha már a lerohanás nem sikerül, utána fölátfal elleni játékot igyekeztünk pontosítgatni, amit addig csak edzésen kottából néztünk, kottából olvastunk, most próbáltuk ezt eljátszani, tehát ezt a kottát próbáltuk tartalommal megtölteni. Nyilván sok hibával, mert azért csak egy felkészülési időszakában vagyunk, sok hibával játszottunk, de nem vallottunk szégyent a játékunkkal. Most szombaton a Desk csapatával fogunk bajnoki mérkőzést játszani. Az ősszel ott kezdtük a bajnokságot, egy nagy arányú győzelmet arattunk a Desk ellen, de tehát ezzel többet nem kell foglalkozni, az egy olyan mérkőzés volt, ez meg majd egy másmilyen mérkőzés lesz. Azt tudjuk, hogy a Desk megerősödött, többek között a Desk is megerősödött. 4 játékosuk van Dorozsmáról, 2
kettős játékengedélye, kettő meg kölcsön adva, és még emellé úgy tudom, hogy még mindig sikerült nekik igazolni új játékosokat. Tehát azt gondolom, hogy az volt egy mérkőzés, ott történt, ami történt, itt ez egy teljesen új kávéház lesz. Bízom benne, hogy jó fölfogásban fogunk játszani, és remélem, hogy sikerrel abszolváljuk ezt a mérkőzést. Olyannyira bízom benne, hogy egy kis változás történt a mi csapatunkban is. Nagy Barbi a kapuban szülési szabadságáról visszatért, már megvan a játékengedélye is. Három kapussal tudunk neki menni egy mérkőzésnek, ami azt gondolom, hogy előnyt jelent majd számunkra, mert nagyobb a merítés. Úgy néz ki, hogy a Szögi Tímea is csatlakozni fog a csapatunkhoz, Békés Csabáról fog hozzánk jönni. Ő még nagyon kezdeti stádiumban van, hiszen egy nagyobb sérülés után kezdte el a rehabilitációját, amiben még nagyon sok munka van, sok munka kell, hogy legyen. Ő majd talán a tavaszi szezon közepére, ha olyan állapotban lesz, hogy valamilyen szinten tudjuk őt használni. Későbbiekben viszont azt gondolom, hogy erőssége lehet a csapatunknak. A mezőny többi csapatáról ugye vannak hírek, Vásárhelyről távozott 4 játékos. Most a vásárhelyi vezetőség azt nyilatkozta, hogy ők fiatalítottak. Ez egy új metódus, hogy vásárhelyi játékosok játszanak majd az ő csapatukban. És ugye egy furcsa nyilatkozatot tettek, hogy mentálisan erősebb lett a csapat azzal, hogy ez a 4 meghatározó játékos elkerült onnan. Az lehet, hogy mentálisan erősebb lett ez a csapat, csak ezt a sportot még mindig óra játszák. És én bízom abban, hogy föl tudunk nőni ahhoz a feladathoz is, hogy Vásárhelyen meglepetést tudunk majd szolgálni. Készülünk rá, és nagyon elszántak vagyunk, mert tartozunk ennyivel mindenkinek, leginkább magunknak. Azt gondolom, hogy az Algyőnél is van változás, ott edzőszemélye változott, ott Farkas Józsi lett az edző, fiatal, gondolom új hívvel, új lendülettel fog neki a csapat szerkezetének a javítására, építésére. Tehát azt gondolom, hogy az Algyő és a Békés Csaba lesz az, aki között majd a feljutás el fog dőlni. Békés Csabát tudjuk nagyon jó, mindig elmondtam, hogy én őket tartottam a tavalyi szezonban is a legerősebbek. Semmit nem változott a helyzet, annyit változott, hogy még erősebbek lettek a tavalyihoz képest. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy a két csapat között fog eldőlni a feljutás. Mi meg szeretnénk, elsődbe várom a csapatomat, szeretnénk odaérni a dobogóra, vagy a dobogó közelébe. Tehát az, hogy az ötödik hely nekünk egy helyen való, hogyha a mérleg nyelvét nézzük, de ezzel nem lennék elégedett. Tehát remélem, hogy az ellenfelekben is, és a szoros ellenfelekben is lesz olyan, aki ugyanúgy betlizni fog, mint ahogy mi Gyomaembrődön vagy Bácsalmáson betliztünk. Ez még bízom benne, hogy más csapatoknál is előfordulhat, hiszen nagy riválisaink vannak még, akik meg a miskalpunkra pályáznak, ugye nem beszélve a Csorvásról, Gyomaembrőd is szeretne itthon megcsípni bennünket, tudomásom szerint a Szarvas is erősödített ismételten, a Mezőtúr ugye nem lett gyenge ezzel az igazolással, ővel a legvégén fogunk játszani, és azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a legvégére még jobban összeérhet ez a csapat. Tehát azért nagyon-nagyon óvatosan kell itt nyilatkozgatni, többek között nekem is. Tehát, de én bízom a lányokban, és abban bízom, hogy meg tudjuk erősíteni a védelmet, hogy egy olyan határozott védelmet tudunk fölhúzni a kapu elé, amit azért nehezen fognak áttörni. És ugye gyakorolgatjuk, tehát többfajta védekezést szeretnénk a repertoárunkba helyezni, amivel miért szeretnénk majd megnyerni. Hát ez azért sok minden, tehát addig még azért sok víz lefolyik a Dunán, de nekünk ez a célunk, ezért dolgozunk.
azt szeretném, hogyha ezt, tehát nem mindegy, hogy egy csapat hogy kezdi az első bajnokiát, hogy mit rak bele és hogy jön le a pályáról. Én azt szeretném, hogyha a lányok mindent beletennének ebbe a mérkőzésbe, és győztesen jönnénk le. Minden egyes első mérkőzés, akármelyik szezon, őszi, tavaszi szezonban meghatározó minden csapat számára. Abban bízom, hogy ezen a mérkőzésen is meg fog telni az a gyönyörű csarnok szurkolókkal, buzdítanak bennünket, és még ha rosszul is játszunk, de belehajszolnak minket majd a győzelembe. És ezért nagyon szeretném, hogyha minél többen itt lennének, és minél lelkesebben, és szeressék ezt a csapatot, mert ez a csapat azért megérdemli ezt. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek.